rossz lesz a termés. Szép csak ez a küzdés, nem a bőségért, a megmaradásért. Szívét az ember dacosabban hordja a szájos földön. Elmúlt az az időszak, hogy a pénzhiányra hivatkozhatunk, amikor a természetvédelemről beszélünk. Az uniós források révén több ezer milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére, és nagyon sok múlik azon, hogy mire költjük ezt a pénzt. Életünk minden eleme függ a természeti környezetünk jó állapotától. Például a gyógyszereink jelentős része valamilyen természetes alapanyagból származik, a legfontosabb azonban az élelmiszerbiztonság és az élelmiszer ellátás biztonsága. Ez rendkívüli mértékben függ a természet jó állapotától és a klíma stabilitásától. Több mint 2000 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére a helyreállítási alap keretében, mégis kevesebb mint 1%-át fogjuk a természet védelmére költeni. Pedig az éghajlatvédelem a természet védelme nélkül esélytelen. Az Európai Unió 2021-ben létrehozott válságkezelő alapja, a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz részeként a Duna-Tisza közi homokhátság elsivatagosodó területén szivattyúzáson alapuló vízpótlási fejlesztések zajlanak. Vajon eléri a célját a helyreállítási terv? És képes lesz lassítani az elsivatagosodást? Vajon hatékonyan költjük el az erre szánt 44,5 milliárd forintot? A tájé működés tanulsága az, hogy azért a potenciálisan egy édenkert itt a Kárpát-medence, de a helytelen tájhasználat által sikerül belőle sivatagot csinálni. Nagyjából az ország ötöde az valamilyen vizes élőhely volt. Tehát vagy mocsár, vagy kistó, vagy ártér. Ezeket az élőhelyeket lecsapoltuk, átalakítottuk, és döntően szántóföldek kialakítottuk át. Hogyha így hasonlatot kellene mondanom, akkor a növekedésért cserébe feláldoztuk az immunrendszerét a tájképnek, mert hogy igazából ezeket az élőhelyeket úgy is lehet tekinteni, mint egyfajta ilyen ökológiai védőpajzs. 500 évre visszamenőleg vannak feljegyzések, és ez egy olyan rekordaszály volt, ami azóta, tehát amióta vannak feljegyzések, azóta biztosan, hogy nem történt meg. A vízhiány az embereket és a természetet egyaránt sújtja. A vízhez kötődő állatok elpusztulnak, elvándorolnak. Az aszály mezőgazdasági károkat okoz. A gazdálkodók egyre mélyebb kutakat fúrnak, ami már a települési vízkészleteket is veszélyezteti. 800 ezer ember él a régióban, akiket az évről évre súlyosbodó helyzet közelről érint. Az elsivatagosodás megoldására megszületett a szándék, és a pénzügyi források is rendelkezésre állnak. Duzzasztás, szivattyús vízpótlás, vízvisszatartás. Számos terv és módszer létezik, de melyik az igazán hatékony megoldás? A vízlépcsőkre azt tudni kell, hogy anyagot nem állítanak elő, csak potenciált, tehát magasságot, amelynek a révén a víz kivezethetővé válik, még nyári időszakban is, amikor kis vizek vannak. A probléma az az, hogy a nyári időszakban a kis vizek jelentős csökkenésével kell számolnunk. Tehát az a vízkészlet szelet, ami nyáron a jelenlegi doktrina szerinti működést jelent, és annak a forrása, az nem lesz elégséges. A duzzasztástól nem lesz nagyobb vízhozam. És a jelenlegi vízügyi doktrina a télen a potenciális nagy vizeket azt levezetni akarja, mert hogy nincsen helye a víznek a tájhasználatban,
mert hogy mindent el kell borítson a szántóföld, amikor van víz, akkor levezetik. Amikor nincs, elkezdik visszaduzzasztani, hogy na, mégiscsak kéne. A mellékcsatornákon ilyen apró bezárásokat mindig is itt a gazdálkodók készítettek. Nem szóltak érte a vízügyi szakemberek, mert akkor látták, hogy amit mi csinálunk, az hatásos. Amióta az elzárás megvan, és nem folyik el a víz, azóta az ásott kútban másfél méterre magasabb a talajvízszint. A legolcsóbb elzárásunk az 5000 forintba kerül, de van, mikor ingyen van. A hasznot, amit hoz, az olyan 200-240 ezer forintot jelent hektáronként. Tehát 5000 forintból hektáronként 200 ezer van. A nagyon nagy 100 ezer forintba került, ez a legdrágább. Ez hozott 20 millió forint értékű vizet, de ez csak víznek az ára. Ha a víznek az értékteremtő képességét nézzük, az legalább 5-10 szántón 10-szerese, az meg 200 millió. Tehát 100 ezer forintból 200 millió forint érték teremtődik egyetlen egy elzárásra. A Tisza völgyet érdemes személyre venni, ami Európa legnagyobb árvízvédelmi rendszere, és a Tisza mentén körülbelül 2-2,5 kilométer olyan mély terület van, amit nagyon sok mindenre felhasználható. A természet közeli árvédelem az a víz kivezetésében látja a megoldást. Olyan természetes tározótereket keres, amelybe kivezetve a vizet a folyóban az árvíz szintje csökken, mégpedig akár jelentősen is csökkenhet. A mély árterek, így nevezhetjük őket, ezek nem öncélt jelentek. Ezek a területek hatékony módon képesek a víz kivezetését és megtartását átmenetileg megoldani, mert közel fekszenek a folyóhoz, és utána pedig pótló szereppel bírnak a távolabbi területek felé való víz utánpótlás szempontjából. Ha ott van egy helyi tároló, egy tóka vagy valami, ahol megáll a víz a felszínen, az tud párologni, annak azt megfogja a helyi növényzet, nem a 30 centis búza vagy borsó, hanem a 30 méteres fák, bokrok, a növény, mint a víz, negyedik halmaz állapota értelmezendő, tehát az, hogy minden víz, azt tudjuk, de a növény az pláne. Itt a homokhátság területén van például egy megvalósult beruházás rúzsatelepülésen, ahol egy olyan kis tó kialakítására került sor, ami például a vízműnek a ülepítővizét tartja meg helyben, és úgy van kialakítva a tómeder, hogy kifejezetten segíti a növények meg az állatok betelepülését. Vessük össze a különböző vízvisszatartási módszerek hatékonyságát. Magyarország vízgazdálkodási célú csatorna hálózata hosszabb, mint az egyenlítő. Ez a nagyrészt vízelvezetésre épített hálózat alkalmas vízvisszatartásra is. A homokhátsági csatorna szakaszok vízvisszatartási kapacitása 37 millió köbméter. Ugyanakkor a mélyebb fekvésű területek elárasztásával 70 millió, természetszerű vízrendezéssel további 78 millió köbméter víz lenne tárolható. A kiskörei vízlépcső által biztosított duzzasztás révén létrehozott Tiszató 253 millió köbméter víznek ad helyet, melyből 132 millió köbméter hasznosítható. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatásai során azonosított településektől és utaktól távol eső régi tiszai medrek elárasztásával akár 2500 millió köbméter vizet tudnánk visszatartani. A természetes árasztáson alapuló módszerek olcsóbbak, több víz visszatartására képesek, vizes élőhelyek megőrzését és létrejöttét segítik, miközben a mezőgazdasági termelést is megkönnyítik. Van egy hatalmas különbség a vízlépcső és a mélyárteres árasztás között, ez pedig az, hogy a vízlépcső ökológiailag rendkívül káros. Ketté vágja a folyót, megváltoztatja az áramlási viszonyokat, a víz és a hordalék áramlását, és ez hosszú távon nagyon negatív hatással van az egész környezetére. A természetes árasztáson alapuló módszer az igazodik ahhoz, ahogyan a táj természetes állapotában működne vízrendezés nélkül. A mélyárterek elárasztása harmóniában van a táj működésével.
első ránézése egy fantazmagóriának tűnhet, de azért mégis rengeteg sok ráció van benne, az az esőcsinálás. Esőt oly módon lehet csinálni, hogyha a magyar alföldnek a vízborítottságát erőteljesen megnöveljük. Tudjuk azt, hogy a nyári csapadékok azok fele részben lokális eredetűek, ezt kutatások bizonyítják, tehát a pároloktató képesség hiányában nincs csapadék. Tehát ebből a szempontból pedig a vízkörforgás része, tehát ha nincs beszivárgás és párolgás, akkor honnan lenne csapadék? A természetes árasztáson alapuló módszerek legnagyobb akadálya a föld használatának módja. A mezőgazdasági támogatások a hagyományos szántóföldi művelésnek kedveznek, ami nem viseli el a vízborítást. Nincs helye a víznek, és ezzel mindenki veszít. Itt lenne az ideje annak, hogy újra gondoljuk, hogy ezeket a régi döntéseket még mindig fenn kell letartanunk, vagy pedig kell egy bölcs alkut tennünk a szántóföldek mennyisége, meg a természetes élőhelyek mennyisége között, és azt mondani, hogy valamennyi területet adjunk vissza a természetnek, és cserébe kapjuk vissza azokat a funkciókat, amiket elvesztettünk. Az ideális tájhasználat ugye a természet eredeti potenciájához igazodó tájhasználat lenne, ami leginkább itt a fás legelő. Ugye ez egy gazdasági hasznokkal bíró, fahaszon, legeltetési haszon, azon kívül maga az, hogy víztartó a táj, közvetve a legfontosabb haszna, hiszen a vízből lesz minden. Élet. Minden további gazdálkodáshoz víz kell, felszíni víz és talajvíz. A gazdasági döntéseknél tehát nem hagyhatóak figyelmen kívül a természetvédelmi problémák. A mezőgazdaságot is igazítanunk kell a valós lehetőségekhez, és szakítanunk kell az eddigi gyakorlattal, ami kizsákmányolja a földet. Nyilván önmagában egy-egy ilyen kisléptékű élőhely rekonstrukció nem fogja megváltani a világot, de hogyha ebből tömegjelenséget lehet csinálni, és hogyha mindenféle pénz és támogatás abba az irányba nyomja a szereplőket, hogy a belvizes foltoknak, a korábbi ártereknek, vagy például a település környéki mélyedéseknek a szerepét újra gondolják, és mondjuk gondolkozzanak a természet helyreállításán, akkor már el lehetne érni egy olyan kritikus tömegű felszíni víztestet, ami akár a Kárpát-medence egész szintjén mutatni tudja a hatását. Régen ez volt, hogy több szántóföldem van, több termésem lesz. Ennek megvolt a logikája. Az a kérdés, hogy ez az állítás így ebben a formában igaz lesz a jövőben is. A vizeinkkel való ésszerű gazdálkodás legfőbb akadálya a szántóföldre alapozott tájhasználat. A vízgazdálkodás ezt a tájhasználatot kénytelen kiszolgálni. Akkor leszünk képesek a természetes adottságokhoz alkalmazkodva megtartani vizeinket, ha a kormányzat határozott jelzést ad a mezőgazdaság számára, észszerű szabályozással és vonzó támogatásokkal segíti elő a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását. A természet helyreállítására és a természet védelmére fordított minden egyes forint sokszorosan megtérül. A természetes élőhelyek szabályozzák a klímát, a növényzet vizet tart meg, széndioxidot von ki a levegőből. Összességében ezen múlik, tudunk-e a jövőben termelni. Amikor természetvédelemre költünk, akkor gazdaságfejlesztésre költünk. Ráadásul úgy, hogy a haszonból minden ember egyenlően részesül. Magyarország és a többi uniós tagállam vállalta, hogy az uniós költségvetésből 2024-ig 7,5%-ot, 2026-ig 10%-ot a természet védelmére és a természet helyreállítására fordít. Meg lehetne oldani, hogy mégiscsak az édenkert irányába mozduljunk el vissza.